Zsákszámra hordták le az Egedről a szemetet a Team Building Sportegyesület és az Agrikum Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület önkéntesei, hogy 2 héttel a Serpa Rally előtt megtisztítsák a verseny útvonalát és környezetét. Én már 6. éve rendezzük a Serpa Rallyt, és hát a tapasztalat az, hogy eléggé elhanyagolt a terület, tehát elég sok embert vonz ide a verseny, szeretnénk, hogyha ezt egy tiszta környezetben láthatnánk, vagy tehetnénk meg. Az akció során főképp a túraútvonalakon és a kilátónál takarítottak. A helyszíneken többek között műanyagflakonokat, papírokat, üdítős dobozokat találtak. Az önkéntesek a vártnál több zsákszemetet gyűjtöttek össze. Sajnos, mint ahogy a tavalyi évben is, meg előtte is, nagyon-nagyon sok szemetet találtunk megint csak. Itt mögöttem is látszik a kupac, tehát ahogy így összeszámoltuk, egy ilyen 10-13 zsáknyit sikerült összeszednünk. Az Agrikum Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület reméli, hogy akcióikkal fel tudják hívni a természetjárók figyelmét környezetünk tisztántartására, és bízik abban, hogy a jövőben még több önkéntes csatlakozik a takarítási akciókhoz.